Levegő 100%. Levegő 100%. Arnold, kapcsold le az áramot. Penny, oldsd el az emeleti tüzet. Vettem, Sam. Áram lekapcsolva, Sam. Sam, sikerült! Kibújtam az állatmentő egyenruhámból. Készen állok kiállni a tűzzel. Sajnálom, Elvis, túl késő, már eloltottuk a tüzet. Várjunk, még nincs túl késő. Miről beszélsz, Hannah? Sok pizzát tettem a mi sütőnkbe is, és a legmagasabb fokozatra csavartam. Ó, ne! Lehet, hogy az is ég már. Megyek is! Levegő 100%. Levegő 100%. Áram lekapcsolva! Nagyon sajnálom, hogy annyi pizzát gyömöszöltettem a sütőkbe. Jó volt kicsit főnöknek lenni. Kicsit? Tudom, hogy nagyapádnak akartál segíteni, James, de meg kellett volna várnod az anyukád vagy apukád, hogy segítsenek. Sajnálom, Sam. Jobban kellett volna figyelnünk. És most egy pizzát se adhatunk nagypapának a vasutas gálára. Talán én tudom, honnan szerezhetünk ételt. Remélem, tűzoltó Sam mindjárt itt lesz az étellel. Én is. Farkaséhes vagyok. Ott van Sam. Vajon mit hozott? Ó, de hisz... Na hát, lehetetlen. Bella lasagna. Bella lasagna. Buongiorno, jó újra látni titeket! Mikor tűzoltó Sam felhívott azzal, hogy vészhelyzet van, beizzítottam a pizzasütőmet. És annyi pizzát készített, amennyit csak tudott. Igen! Hurrá! Éles hang szól, baj van ám, tűzoltó Sam készen áll. Hogyha gond van, ott terem, len a mélyben, vagy hegyen. Adj helyet, itt jön Sam, a tűzoltó, az okos, bátor Sam, a tűzoltó, ő éber erős, nézd, egy igazi hős. Tűzoltó Sam. Kémjáték. Magam. Akkor készülj, mert veszély fenyeget! Ha! Én magam vagyok a veszély! Ha! Ennyi. Itt az idő a spriccelésre! Készen állsz, dublőröm? Miért én vagyok a dublőröd, Norman? Mert Sarával nem vállaltuk. Mikor legutóbb kaszkadőrködtünk Norman filmjében, egy lavina kergetett le minket a hegyről. Ha! Azt összesen hasonlíthatjuk ezzel. Ez a kémfilm lesz a leges, leglátványosabb a világon. Mehet, James? De én nem akarok elázni. Oh, James! A legrosszabb dublőr a világon. Te vagy! Steel tűzoltó parancsnok bajusz fésülje, Pippa. A mosogató megjavítása, amit Mike Flood hűtőjavítás közben rontott el. Pipa! Úgy látom, ma egész korán végeztünk a házi munkával. Ah, gyere, rakjuk fel a lábunkat és kapcsoljuk be a tét. Jól hangzik. Ő, a mai nap filmsztárja a hollywoodi safety pro, Ryan McChin. Mi az ebéd, te gyönyörű? Ah, hát nem zseniális. De zseniális. Mindenki a helyén! Egy lépés se tovább!
Mivel én vagyok a sárkányok királya, még végeznem kell rajta egy utolsó simítást. Hogyha a sárkányok királyának tűzokádó sárkánya lesz, én leszek a legnagyobb király a világon! Íme! A sárkányom! Elképesztő! Hihetetlen! Te gyulladt! Mi? Wow! Oh. És éppen felénk tart! Ah! Jaj, ne! Pont az állomás felé tart! Legjobb lesz, ha hívom tűzoltó szemet! Sárkány felgyújtotta Bessie pajtáját. Na, ez új. Egy tűzokádó sárkány felgyújtotta Bessie pajtáját. Az én Bessie ott van. Levegő 100%. Levegő 100%. Bessie? A tüzet eloltottuk, és Bessie jól van, uram. Köszönöm, Sam. Hát, Eli, talán nem sikerült elvégeznem a füstszobás gyakorlatot, viszont megküzdhettem egy tűzokádó sárkánnyal. Így van, Elvis. Ó, jaj! Úgy tűnik, hogy Norman most kiadós fejmosást fog kapni. Tűzoltó szemtől? Nem, rosszabbtól. Norman Price! El se hiszem, hogy majdnem felgyújtottad Steel parancsnok úr Nellie-jét. Úgy hívják, hogy Bessie. Steel parancsnok úr Bessie-jét, Norman! Sajnálom, anya. Hidd el, nem szándékosan csináltam. Tudom, hogy baleset volt, Norman, de a tűzzel játszottál, és azt sohasem szab... Gól! Felejtsd már el a foci meccset! Inkább nézd a lábad! Elé! Mamma mia! Norman, mit műveltél? Nagyon sajnálom. A takarítást bízd rám. Inkább vedd ki a pepperoni pizzát a sütőből, és vidd el bennek a rakpartra. Oké, Bella. Ez nem igazság. Lemaradok a meccsről emiatt a fránya pizzáját. Ezt nevezik támadásnak. És ezt? Védekezésnek. Így nem sok tennivalónk marad itt. Akár haza is mehetünk. És nézzétek ezt az ollórúgást! A hátam! Ez a pizza kicsit füstösre sikerült. Talán túl füstösre is. Jaj, ne! Segítség! Tűzvár! Tűzvár! A körmöspálcási parkban. Tűz ütött ki a körmöspálcási parkban. Penny, mi elkezdjük oltani a tüzet a domb aljáról. Elvis és Eli, ti tereljétek le a nézőket a lelátóról. Levegő 100%.
mindenki biztonságba került. Mikor tűz üt ki egy lejtőn, az a legfontosabb, hogy maradjunk a lángok alatt, mert a tűz és a füst gyorsan terjed felfelé. Sajnálom, tűzoltószem, és bocsánat, Bella. Én csak a meccset akartam megnézni, de tudom, hogy a pizzákra kellett volna figyelnem. Oh, megértelek téged, Norman, csak hogy tudd, én is úgy szeretem a focit, ahogy te. Tényleg? Hát itt vagy, és fejjel lefelé lógsz, bámulatos. Norman nagyot téved, te félsz tőlem, és nem fordítva. Ó, oh, ez biztos az a bizonyos föld alatti áramlat. Jaj, ne! Mandy, de ne vérré, változott! Hallgass már, Norman Price! Segítség! Úgy hallom, miről jön a hang? Hívd tűzoltó szemet! Mandy Flood a barlangban rekedt. Úgy tűnik, indulhatunk vissza a hegyekbe. Vigyük hidrót is! Történt. Kiáltást hallottunk. Nyugalom, ismerem a barlangot. Segítség! Óvatosan, Sam, az alagutat néha elárasztja a víz. Nagyon veszélyes. Segítség! Ne aggódj, Mandy! Már is jövök! Jól vagy, Mandy? Igyál egy kis vizet. Köszi, Penny! Megcsúsztam, de nem esett bajom. Nagyon mélyen vagyunk. Hogy hozzuk fel, Penny? Én nem tudom felvinni, mert ketten nem férünk itt el. Ki kell találnunk valamit. Mi ez a... A vár észak-észak-nyugat felé tart szem. Vettem be! Ez csak is a te hibád, Norman Price! Nyugi, nem lesz baj, Mandy! A vár tele van levegővel, nem tud elsüllyedni! Ó, ne! Már megint te! Hes! Hes! Ne! Állj le! Tűnés! Tarts ki, Mandy! Tarts ki, Norman! Lecsúszom! Köszönöm, tűzoltó szem! Köszönöm, Elvis! Várjunk, mi? Bocsánat, tűzoltó szem! De ez az egész a gonosz sirály hibája volt! Norman, a mi hibánk volt. Várnunk kellett volna, ahogy apa mondta. Igazad van, várnunk kellett volna. Bocsánat, Mike. Remélem, tanultatok belőle. Ne feledjétek, hogy mindig a biztonság az első. Örülök, hogy mindketten jól vagytok. És az ugrálóvárat is megmentettük. Ó! Be kell foltoznom, aztán megint felfújnom. Köszi, Norman. Figyelj csak, Mike, ha kész lesz. Kipróbálhatom én először. Ó, Steel parancsnok úr, hogy áll Elvis a passió gyümölcsös pekános pavlovával? Azt mondta, megkéri, hogy készítsen egyet. Ó, az én elfelejtettem, nagyon sajnálom. Ó, ne! De a horgásznap fél óra múlva kezdődik. De Grimmington,
nagyon fontos, hogy azonnal jöjjön a konyhába. Sajnálom, Steel parancsnok úr, de fellépek a horgásznapon. Nem hagyhatom cserben a rajongóimat. De el kellene készíteni egy tortát. Jól hallom, valakinek torta kell. Ne! Duplán látod. Ő nem én vagyok, uram. Ő az egyik rokonom. Jerry Lee vagyok, Jerry Lee Cridlington. Még egy Cridlington. Ó, oh, kérje meg Jerry Lee-t, uram. Ő még nálam is jobb szakács. Tadá! Egy pasió gyümölcsös pekános pavlova. Úgy látom, készen vagyunk, uram, és homok is maradt. Csodálatos! Az öreg rázd meg módszer mindig! Jól vagyok! Még jó, hogy maradt egy kis homok, uram. Rázd meg, Sam! Rázd meg, Ellie! Ennyi! Nem játszom vele tovább, Norman! Se a vacak pingvineddel! Oh, ne hallgass rá, Pingi! Gyere, megmutatjuk nekik! Norman! De elég! Én kiálltam melletted! Mindenkinek azt mondtam, hogy szuper pingvin vagy! De csak elestem miattad és kinevettek! Derek jól mondta! Te tényleg egy vacak pingvin vagy! A reflektor! Gyertek le a jégről! Nem megy! Hívom tűzoltó szemet! Norman Price csapdába esett egy égő korcsolya pályán egy pingvinnel. Norman Price csapdába esett egy égő korcsolya pályán egy pingvinnel. Azt mondta pingvin? Gyerünk, szálljunk Jupiterre! Megnyugtathatlak mindnyájatokat, radarkutyus teljesen egészséges. Hurrá! Most kissé összezavarodtam. Akkor miért olyan bánatos radar mostanság? Arról fogalmam sincs. Ügyes fiú! Megérdemled a kedvenc csokis nasidat. Nem erészeld! A csokoládé nem tesz jót a kutyáknak. Sok ilyen csokis nasit adtál neki. Hát, nem. Igen. Egy keveset. Rejtély megoldva. Trevor Evans egy szikla széléről lóg lefelé. Penny, mi ketten Vénusszal megyünk. Elvis, szólj Tomnak, hozza a helikoptert. Vettem szem. Kapd el őket! Büszke vagyok rád! Tartson ki, Trevor! Itt jön tűzoltó szem! Kösz, már látom! Megvagy! Sokkal óvatosabbnak kell lennie, Trevor. Súlyosan megsérülhetett volna. Igazad van, Sam. Azt hiszem, a fáramászos napjaimnak vége. Igazából én tehetek róla, hogy felmászott a fára. Annyira sajnálom. De muszáj megtalálni a rókát. A rókát? Ne haragudj, anyu. Pedig a lelkemre kötötted, hogy a róka egy vadállat.
de mivel hasonlított a kutyára, kinyitottam a ketrecét, hogy megetessem, de megszökött. Úgy érted, ez a róka? Igen, ez az. Normannel elindultunk megkeresni, de nem találtuk sehol, és... visszajött. Megtalálta a hazautat. Úgy tűnik, tudta, hogy mikor van etetés. Nos, úgy látom, most már mindenki boldog. Szóval ez azt jelenti, hogy végtére is semmi sem az én hibám. Egy pillanat. Azt mondtad, egyes rókák olyanok, mint a kutyák. Talán rá ez nem igaz. Vagy lehet, hogy egy másik állatra gondoltam? A farkasra? Pandára? Harra? Unikornisra? Balut. Ó, de! És a padháznál! Semmi baj, uram! Mindent kézben tartom! Szegény, ártatlan falucskám! Íme! Az elképesztő cirkuszi pirkáim! Na, ez már szórakoztató! Várj, amíg meglátod, hogyan ugrik át az ingatag torony felett! Ugorjatok, gyapjas csodáim! Birkák! Azt nem fizetted ki! Jobb lesz, ha hívom tűzoltó szemet! Egy birkanyáj feldújja Körmöspálcás utcáit. Egy birkanyáj feldújja Körmöspálcás utcáit. Úgy hallom, erre tartanak, uram. De a paketfalum! Gyorsan fel kell állítanunk egy akadályt. Jól van, Arnold, Ellie és Elvis fogják a járműveket, azokkal eltorlaszolhatjuk ezt, ezt és ezt az utcát, amíg összetereljük a birkákat itt. Vettem szem! Szükségünk lesz az állatmentő ruhákra. Összetereltük az elszabadult birkákat, uram! Hál' az égnek! Gyere vissza, te álkozondó! Jelzőrakétát lőttek fel a Körmöspálcás szigetről! Henny, készítsd elő Neptunuszt! Elvis már úton van! Kutassátok át a szigetet! Én a környező vizet ellenőrzöm! Hana! Ben! Itt vagyok! Még messzebbre sodródtál! Igen, elsodort az áramlat! Átkutatják a szigetet! De mi itt vagyunk!
Semmi, Penny! Sam, nincsenek a szigeten! Nem lehetnek messze. Kutassatok ott tovább. Én északra megyek. Itt vagyunk! Ugye nem ragadtunk itt a tengeren? Nem, Hannah. Sam és a csapat keresnek minket, és meg fognak találni. Mondtam! Ez Ben és Hannah. Megvannak! Úton vagyunk! Az én hibám volt, Sam. Meg kellett volna állnom, amikor megrándult a vállam. Hát néha mind feszegetjük a határainkat, Ben. Szerencse, hogy Hannah veled volt. Jól vagy, Hannah? Nem jutottam vissza. Indulás! Fejezd be a kihívást. Komolyan? Hát, talán segítségre lesz szüksége. Gyerünk, Hannah! Evezd, mint a szél! Hogy sikerült, Hannah. Tudtuk, hogy menni fog, igaz? Igen. És most ünnepeljük meg körmös pálcás kajakos kihívásának új bajnokát, Hannah! Hurrá! 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 Ó, nem tudok kimenni, túl sok a doboz, fel kell mennem. Ó, jaj, még sosem vittem emeletre Pingvint. De egyszer mindennek eljön az ideje. Élvezni fogom Dillis-szel a vacsorát. Élvezni fogom Dillis-szel a vacsorát. Aj, miért mondtam igent? Megint töltött paprikát fog csinálni. Jaj! Segítség! Jobb lesz, ha hívom tűzoltó szemet. Hát itt vannak. Hogy ment? Sajnos nem találtuk meg. Mit? A tűzcsapot? Nem, a totyogó pingvint. Tűz ütött ki Dillis Price boltjában. Egy pingvinnel az emeleten ragadtak. Tűz van Dillis Price boltjában. Dillis Price és egy pingvin az emeleten ragadtak? Pontosan. Eli és Arnold, vigyétek Vénuszt. Vettem, Sam. Penny, Elvis, mi Jupiterrel megyünk. Lehet, hogy ez a szökött pingvin szem. Nagy rá az esély, Elvis. Anya! Ne aggódj, Norman. Sam már úton van. Eli, mi eloltjuk a tüzet. Elvis és Penny, hozzátok Dilliszt és a pingvint. Philips tűzoltó. Tűzoltószem, levegő, 100%. Ó, ez a totyogó pingvin! Gyorsan, Elvis! Hello, totyogó pingvin! Fúj! Rettenetes halszaga van! Sajnálom, hogy nem vittem vissza a pingvint az állatkertbe, de azt gondoltam, hogy szeretne velem élni. Előbb meg kell tanulnod gondoskodni egy állatról, mielőtt befogadnád. Az állatkertben megfelelő élőhelyen tartják az állatokat, és szakértők gondoskodnak róluk. Jobban kellett volna vigyáznom az illatgyertyákkal, Sam, és persze a dobozokkal. Többször nem fog előfordulni, Dillis. Tudom. Na hát, Sara, ez bámulatos. Mi a bámulatos? Hol van? Kösz, én csináltam, nos? Kíváncsiak vagytok az én játékomra? Igen! Bármire csak... adjuk a múmiást. De... Tehát a játék neve, tedd vissza a kísértett macska farkát. Más is érzi ezt az égett szagot? A házam! A te nevérem!
békés itt minden, igaz? Tűz van a kávézóban! Állj! Felhívjuk tűzoltó szemet! Bip-bip-bip! Bip-bip-bip! Célterület! A konyha teljesen tiszta. Azt hiszem, Steel parancsnok végre lemondott a karamellalmákról. Nem, ott bujkál, nézd csak. Ó! Ó! Tűz ütött ki egy gyerek zsúron a kávézóban. Tűz ütött ki egy gyerek zsúron a kávézóban. A gyerekek pedig bent rekedtek. Elvis, te hozd a tömlőt, én hozom a feszítővasat. Levegő 100%. Levegő 100%. Készen állsz? Készen. Gridlington tűzoltó. Levegő 100%. Mindenki maradjon a helyén! Egyszerre csak egy! Fogd meg a kezem és hajolj le! Hét vagy, Mandy! Szaladj ide! Hol van Sarah és James? Minden gyereket kimentettünk, de maradjon mindenki távol, míg nem oltjuk el a tüzet! A medencénél. A békuci fantázia lángra kapott. Tűz a medencénél. A békuci fantázia lángra kapott. Ott találkozunk, Arnold. Oda megyünk Vénusszal és Jupiterrel. Az nem lesz elég gyors. Tom, fel kell húznod azonnal. Azonnal, Sam. A medencéhez. James! Ó, ne! Itt jön Tom! És tűzoltó szem! Mindenki álljon hátrébb! Sam! Nem találjuk James-t! Nem volt ott a békuci finálénál, és nem... Az öltözőbe zártam őt! Hogy? És mégis miért? Én akartam a műsor sztárja lenni, úgyhogy beragasztóztam az ajtót! Nagyon sajnálom, tűzoltó szem, nem tudtam, hogy egyszer csak tűz keletkezik. Most ne ezzel foglalkozz, Norman. Meg kell mentenünk James-t, és nincs tűzoltókocsink. Ó, ne! Mit tettem? Tom, van egy tervem! Gyere vissza azonnal! Az öltözők felé tartok. Még nem gyulladtak ki, de nincs sok időnk. Készen állsz? Majdnem, Sam, csak egy perc. Semmi baj, James! Állj hátrébb! Sam bácsi! Foglak, ne aggódj! Tom, készen állsz? Itt vagyunk, Sam! Elvis? Oké, okay, Tom! Megnyugodhatsz, minden rendben van. Mindenki biztonságban van, de a tűz még mindig tombol. Tom, még vizet! Használjuk a döblőket is! Sajnálom, tényleg!
Sajnálom, James. Sajnálhatod is, Norman. Csapdába ejteni valakit nagyon veszélyes dolog. Amikor mindent helyrehoztunk, újra előadjuk a békuszi fantáziát, de te nem szerepelhetsz benne. Ha! Igen, valaki más játssza majd a szerepedet. Te tűzbiztonsági órákat fogsz venni velem. Helyes! Gratulálok az ügyes tűzoltóknak! Szép munka volt, Cridlington! Még a tűzszegény! Éles hang szól, baj van ám, tűzoltó szem készen áll. Hogyha gond van, ott terem, len a mélyben vagy hegyen. Hagy helyet, itt jött szem, a tűzoltó, az okos bátor szem, a tűzoltó, ő éber erős, nézd egy igazi hős. Tűzoltó szem. Körmöspálcás nap a parkban. Norman! Derek! Miért csináltad ezt? Mondd csak, miért ragasztasz kókuszt ahhoz az oszlophoz? Csak két kókuszom van, és ha valaki lelöki és megnyeri, akkor nekem egy sem marad. Ez egész okos húzás, Norman. Segítek. Attenzione, ragazzi! Kóstoljátok meg a legfinomabb pizzámat! Alig várom, hogy felszálljak Jupiterre. Tűzoltó szemmel? Igen! Hamarosan itt lesz, még segít Steel parancsnok úrnak. És hátra, 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 hely! Biztosan itt legyen, uram? Oh, igen. Itt kitűnő helyen van. Kicsit közel van Norman kókuszdobálójához. Nem lesz baj. Innen a legjobb a kilátás a parkban. Ha ön mondja, uram, jól van. Ideje, hogy felszálljanak a gyerekek. Itt jön már! Elég izgatottak lettek, Sam. Na, ki az első? James és Sarah. Stipistopp a középső hely. Én akartam ott ülni. Mi maradtál róla, James? Ez nem ér. De ér. Nem ér. De nem. Akkor jó szórakozást, Sam. Mike, senki sem fogja átdugni azon a fejét, ha még nedves a festék. De ez a mesterművem. Miért nem hozod azt, amelyiket tavaly csináltad? De hetek óta ezen dolgozom, Helen. Kitaláltam. Van egy hősugárzó a kocsimban. Pillanatok alatt megszárítja. Mindjárt kész lesz. Így. Kiegyensúlyoztam. Közel visz. Addig itt tartjuk ezeket, amíg vissza nem viszik. Bocsi. Még egy darab. Lady Puffy tappancs és Norman beleestek a folyóba. Lady Puffy tappancs és Norman beleestek a folyóba. Elvis, hozz Szaturnuszt! Trevor megette a kolbászomat! Nyugalom! Megtaláljuk őket! Elindítom Szaturnuszt! Most! Ott van Norman! Norman! Kapaszkodj ebbe!
Hallasz, Elvis? Norman biztonságban van, de nem látjuk a kutyát. Saturnus megtalálta Lady Puffy tappancsot, az óceán felé tart. Nem érjük el időben. De igen, ha levágjuk az utat. Készülj fel, Penny! Megvagy! Hallasz, Elvis? Lady Puffy tappancs biztonságban van, és hát nagyon boldog. Norman, tudod, ha az állatok veszélyben vannak, a gazdik nem mindig tudják megmenteni őket. Olyankor hívni kell az állatmentőket. És ne játssz a víz közelében, ha nincs veled egy felnőtt. Sajnálom. Viszont törődtél vele, talán készen állsz arra, hogy saját kutyád legyen. Azt már nem! A kutyák gonoszak. Mondasz nekik valamit, és más csinálnak, és mindig bajba keverednek. Ismerősen ha... Éles hang szól, baj van ám, tűzoltó szem készen áll. Hogyha gond van, ott terem, lent a mélyben vagy hegyen. Hagy helyed, itt jött szem, a tűzoltó, az okos bátor szem, a tűzoltó, ő éber erős, nézd egy igazi hős. Tűzoltó szem. Feloszlik a banda. Rock, rock, körmös pálcás, rock, rock, körmös pálcás, szombat este, minden rendben, körmös pálcás az enyém. Ez nagyon jól hangzott, Elvis, de... Elvis, miért játszod azt, hogy plank, plank, plangi, plang? Nem azt játszottam, hogy plank, plank, plangi, plang, hanem azt, hogy plank, plank, plangi, csing. Hát én nem hallottam csinget. Te hallottál csinget, Sam? Én nem is tudom, hogy... Hát nem csoda, hogy nem hallottál semmit attól, hogy duba-duba, puf-puf. Duba-duba, puf-puf. Soha életemben nem játszottam azt, hogy duba-duba, puf-puf. De igen, épp az előbb, nem igaz, Sam? Én... És ami a bum-bum-blibidi-bumot illeti... A bum-bum-blibidi-bum a legjobb ütemem, és sokkal jobb, mint a te dudli-dudli-didló-did. Nem, Elvis, Mike, figyeljetek, ma este fellépésetek lesz. Nem, nem és... lesz. Nem játszom egy bandában olyannal, akinek nem tetszik a dudli dudli didlo dím. Én meg nem játszom olyannal, akinek nem tetszik a bum-bum-blibidi bum-bum. De Mike, de Elvis, nem tehetitek. Dehogy nem. Elhatároztam, hogy a mai napon megszűnik az Elvis és Mike duó. Ezennel feloszlatom a bandát. Azt már nem. Ó, hála az égnek. Én oszlatom fel. Elvis, azt hiszem, talán beszélned kéne Mike-kal a banda ügyről. Már döntöttem, Sam. Mike-nak mostantól nélkülem kell folytatnia. De nem tudja, értsd meg, nélküled a banda csak Mike a dobokkal. Nem az én problémám. És amúgy is, már új hobbim van. A zsong... Ebben a ködben olyan lesz, mintha tűt keresnénk a szénakazalban. A látótávolság korlátozott. Úgyhogy ne menjetek gyorsan. Először a sziget keleti oldalához megyünk. Vége. Most mit fogunk csinálni? Segítünk megkeresni Tomot. Kisebb a látótávolság, mint gondoltam. És elég erős az áramlat. Ez motorhang. Itt vagyok! Hello, itt vagyok! Itt vagyok! Semmit se látok a radaron. A gumicsónak talán túl kicsi, hogy észrevegyünk. Tartsátok nyitva a szemeteket és a fületeket! Nem hallanak. Hé! Itt vagyok! Hé! Itt vagyok! Hé! Hé! Itt vagyok! Itt vagyok! Nem adnék most a helikopteremért. A szél észak-keletről fúj. 3 óra múlva lesz apály, és eléggé erős az áramlat.
ott. Tomnak ott kéne lennie, és Sam itt keresgél. Vagyis rossz helyen. Rossz helyen? Sam? Hallod, Sam? Charlie, hallgatlak. Irányt kell változtatnotok. Tom a Körmöspálcás sziget nyugati oldalán lesz, és messze a parttól. Ez teljesen biztos, Charlie. Évek óta halázom ezeken a vizeken, Sam. Teljes mértékben biztos vagyok benne. Penny, Ben, hallottátok Charlie-t? Új irányt veszünk. Tettem, kapaszkodjatok! Tom tényleg ott lesz, ahol mondod, apa? Remélem, Sarah. Remélem. Nem tudom, meddig bírok még kapaszkodni. Egy motor! Egy hajó! Hey! Hey! Igen, gyönyörűségeim! Megtaláltatok! Megvagy, Tom! Köszönöm, srácok! Azt hittem már, hogy végem. Charlie-nak köszönheted. Ő mondta, hol találhatunk meg. Ahó, srácok! Köszi, Charlie! Ha te nem lennél, még mindig kint sodródnék. Egy legenda vagy. Úgy tűnik, valami mégiscsak jól sikerült ma. A mi apukánk a legjobb. Ő a legeslegjobb apa a világon. Aki egyet ért velem, dudáljon. Ez aztán nagy muri lesz. Várj csak, és az evezők? Egyet sem látok. Szerezzünk helyette valami mást. Gumilapát. Az tökéletes lesz. Ó, vigyázz, Norman! Vízbe esett az evezőm. Szerintem még elérem. Jaj, ne! Az enyém is beesett. Elsodor a víz. Csak egy megoldás van. Segítség! Norman és Derek. Ó, egek. Sam, segítség! Elsodor az ár! Kapjátok el a végét! Kösz, tűzoltó szem. Köszönjük! Lehetnétek kissé körültekintőbbek. Bocsánat, Sam. Sam bácsi, oda néz! Jaj, ne! El kell oltanunk, mielőtt terjedni kezd! Hé, hol vannak az ütők? Amik? A gumilapátok! Szóval az a helyzet, hogy az volt az evezőnk. Utoljára a vízben láttuk, ahogy elsodorja a víz. Mindenről Norman tehet. Nem érdekel, hogy ki tehet róla. Ha nem oltjuk el azonnal a tüzet, villám gyorsan terjedni kezd. Nem tört el. Úgy látom, csak egy kis zúzódás. Hála az égnek! Mondja, mi az ördögöt csináltak itt? Mi csak kandisztunk. Értem, de remélem előtte mindenki bemelegített. Nos, én... És fokozatos volt a terhelés. Erdőtűz a malom közelében. Erdőtűz a malom közelében. Megállni? Most hová indul mindenki? Ez a csapat nem alkalmas most a mentésre. De tűz ütött ki az erdőbe. Attól tartok, uram, ez most a mi dolgunk lesz. Ó, igen, hogy mi? Én megyek, hozom a sisakomat. Mindenki húzódjon hátrébb, mindjárt érkezik az erősítés. És hol vannak a többiek, uram? Később elmagyarázom. Mi jöttünk, és készen állunk a mentésre. Értettem. Akkor oltsuk el ezt a tüzet. Maguk vigyék a tömlőket, én pedig majd csapkodom. Repülj a vonat fölé, Tom! Bízz csak rá! Normaxo, nézd! Működött a telefonod! Ez egy UFO lesz! Egy
Idegenek! Norman? Ssss! Elbújok az idegenek elől! Sajnálom, Sam! Vissza kell mennünk a mentőközpontba, amíg véget nem ér a hóvihar! Túl nagy a hó! Ez az! Hó! Itt kiugrok, Tom! Igazán hősies! Egy idegen szalad a tetőn! Én is tudtam. Gyere ide! Annyira sajnálom. Most már tudom, hogy kell kartondobozt viselni a fejemen. Úgy érti, astronauta sisakot, igaz? Igen. Jöjjön mindenki! Oszlanak a felhők. Haragudj, James, hogy megpróbáltalak becsapni téged. Nem csaptál be? Tudom, hogy idegenek nem léteznek. De léteznek. Tegnap este járt nálunk egy. Tényleg? Igen. Egy pici, hétszemű zöld emberke volt. 12 csáppal, lila bajusszal és... Na hát, ez a sarki fény. Az Aurora Borealis. Hát nem bámulatos? Megmondja, mi a bámulatos, hogy a mi Normanünk meg sem nyikkan. Ami apró lépés Normannek, az óriási ugrás az emberiségnek. Éles hang szól, baj van ám, fűzoltó szem készen áll. Hogyha gond van, ott terem, len a mélyben vagy hegyen, adj helyet, itt jön Sam, a tűzoltó.